Előre is nagyon boldog karácsonyt mindenkinek. Én Katamari vagyok, és úgy döntöttem, hogy ha már így lassan tényleg ráficzelünk az ünnepi időszakra, akkor megtenném azt, amit a legalábbis aktív időszakom során minden évben megkísérleltem. Általában sikerrel is. Sikerrel is hittem, az pedig valami karácsonyi különkiadás féleség készítése. Idén ugye nem volt nagyon sok stream, azok is elég rendszertelenül, úgyhogy most sem gondoltam túl, és most is csak éppen, hogy belefér, úgyhogy tavalyival ellentétben most igazából összvisz kettő adást tervezek. Ez arra lesz elég, hogy kipörgessük, hát egyfajta ilyen karácsonyi szakásként a Head to Head Esmes nevű Doom 2 pályacsomagot. Ma vinném le az első dózist, és ha minden jól megy, akkor jövő héten kedden, ami 21-e, jön a második dózis. De azt akkor majd bekötném a befejezésre egy kis ilyen karácsonyi kandalónézegetős beszélgetéssel, mint tavaly. Persze attól is majd, hogy hányan leszünk, meg milyen lesz a hangulatom, meg ilyenek. Már egyelőre akkor, amit tudok, legalábbis ebből letolnék. Ugyanis ugye itt arról benne szó, hogy hát ez a cucc 30 pálya. Úgyhogy nem merném vállalni egy adásban. Tavaly is úgy jött össze kettő adásban, hogy viszonylag hosszúak lettek. Az azért már is, hogy most ezt akkor meghúzzuk. Közben Csikocskának és Eocrafternek köszönöm, hogy itt vannak, itt vagytok. Neki is vágnék akkor, most igazán más ilyen bejelenteni való streamekkel kapcsolatban nincsen. Olyan külön külső változás nem történt. Hát most lehet, hogy kis kalibrálásom a szükség lesz, ugyanis ma megint nem zenésadás lesz, hanem játékosan zenét fogjuk használni. Ja, bevettem minden hangot múltkor. Be kell majd állítani szépen. Úgyhogy azért vagyok valamit én is. És ti is. Oké. Hát, ez így elég hangosnak tűnik a hangomhoz képest, úgyhogy megyünk még vissza belőle. A zene az nem lehet valak semmiképpen, úgyhogy... Nem jó. Hú, ebben van bika azért, így maxon. Jábban viszem le elég sokan, azért eléggé hallom így is. Na, mindegy. Ne variáljunk. Kezdjünk akkor neki. Ja igen, kis módosítás van. Ugyanis belövök egy extra modot, hogy a difficulty azért itt más legyen. Van ez a Corruption Cards nevű GZ Doom mod. Én nem nagyon vágom egyébként, én csak egyszer próbáltam ki. Ez azt csinálja, minden pályán ilyen random buffokat ad majd a dolgokhoz. És neked kell választani a háromból egyet. Úgy vagyok, hogy ami kevesen vagyunk addig, én ezt egyszer választam ki. Aztán, hogy ha már többen leszünk a csatán, akkor majd rátok bízom. Ugye a három lehetőség közül mi jöjjön. Csabi! Hello! K. Csabi, köszi, hogy itt vagy! Üdvözöllek! Doomozások vannak, lesznek, csak összevem a dolgokat. Na, tehát Head to Head Esmes, Corruption Cards-zal és egy kis textúra módosítással, hogy még karácsonyi benyel az egész. Én szerintem középső szinten nekiállnék. Na, így érzek ki akkor mindenki előtt ez a Corruption Cards dolog. Én szintén beütném azért a... Daneko, hello, köszönöm, hogy itt vagy. Akkor nem szívelünk, hogy szíveljünk. Hú, baszki, ennyi, azért nem is láttam még. Na, de legyen. Böltön Sidnek a születési évemet, mint az 93. Hát, hogyha elfogadná. Nem fogadja. Mindegy. Akkor most így játszanánk. És ez Csaba is van. Köszönöm, hogy itt vagytok, srácok. Nagyon boldog karácsonyt előre is. De is készítettem a forradbort, meg az öklözős itt. Mi ezt ki mondta? Mindegy, tehát benne itt ez a Corruption Cards mod, ami random bónuszokat, vagy ilyen buffokat ad a pályákhoz. Ebből lehetne egy ilyen permanent dolog, hogy minden modifikáció játék végéig tart. Én nem akarnám figratni magam egyelőre, úgyhogy egy standarden fogunk játszani. Mert azt abból fog állni, hogy minden pálya elején választani kell három effekt közül, ami a pálya végéig tart. És minden pályára kapunk valamilyen ilyen negatív bónusz. Nem, itt minden harmadik kártyánál permanens lesz. Hát többen ugye mindegyik permanens, úgyhogy... Na mindegy.
Ez azért tettem be, ugye, mert már azért párszor kipörögettem a hettő Dexmest, úgyhogy képben vagyok vele. De nem akarom, hogy a karácsonykor ilyen szétszert kihagyni ezen a téren. Na, úgyhogy ezt akkor üssük is be. Hagyományos kártyadekkel is akkor itt lehet választani három effekt közül. Több hordó, egy írja a fefektes sebző imp, és mérgező hullva. Hát legyen a hordó egyelőre, azt mondanám. Na és akkor bele is vágunk. Strem, Maximus 21. 21, na. Nem tudom, ki volt itt tavaly amúgy. De ugye ezt tavaly kipörgettük már. Ez 1996-os, 5-ös? Ilyen pályacsomag szerencsés dizájnban. Nekem nagy kedvencem, mert hát, mert boomer vagyok. Másrészt meg azért nagy kedvencem, mert ezt elég sokszor kijátszottam az elmúlt, hát az egyik összintén 10 év alatt. Szóval mondom minden évben, de majdnem minden évben. De miért ilyen kék? Mondjuk az mindegy. Inkább meséltek, hogy vagytok, srácok? Karácsonyra rá ficcen, ne? Ficcen üdve lassan. Előkészületek, meg vannak meg minden. Jézusra, mennyi info van, ugye ezt el is fejtettem. De azért nem is könnyű ez a mozgás itt. Ragálok már mindenkinek, csak úgy, hogy gyűkolászások vannak. Előkészültek, másodok nem voltam ott van. Jézus faszom! Hát akkor majdnem, de majdnem megegyezünk, mert hogy nekem is annyi idő kb. Oly geci, nincs lőszerem. Nem, majd akkor hagyják, hogy csinálják, hogy bevásárolt, hogy valószínűleg bűvételöttek a frissabbja, hogy aztán segítek neki. Ja persze, hát nem szabad előbe vásárolni. Rátokom olyan. Nyilván nekem is korai még, de nem fog semmikor rájönni máskor streamelni. Csak most. Ez a klasszikus futópálya. Valamiért 20 hírekkel deklarálták ki annak idején. Hát ez 96-ban jó volt még. Ja, szóval az a másfél hónap ez nálam is játszik majdnem. Nekem azért nem volt ilyen sok. Tehát egy hónap az lassan megvan már. Előtte meg 3 vagy 4. Hát én depek alatt nem is leszek sehol máshol. Szilveszterre majd elugrok. Házi buliban aztán majd annyi. Jézusom, a tavalyi szilveszter mire kiábrándító volt. Úgy geszik. Oh wow! Nem is emlékeztem. Csak megvan a titkosság, egy király. A rácsonyi részeg rasszista eltaláltak adnak egymásra üvöltözni. 500 forint és 30 éve eltelt blogok miatt. Ja, látok, van ilyen? Ő. Jó, mindig elfelejtem. Úgy mondom, családban nem nagyon beszélek, de viszonylag kevés okonat tart a kapcsolatot. A rácsonyinkkal is. Akikkel meg ilyen azokkal nincsenek ilyen gondjai. Hát annyi, hogy anyám nem nagyon volt a Márki-Faj Péterért, de... Nem megyünk bele. Ezt csak így bedobtam. Tehát azon meg nem veszünk össze, mert amúgy... Mi nagyjából egy lapon vagyunk. Anyámmal. Ilyen dolgokban. Ebben pont nem, de hogy értitek. Értsétek jól, légy szíves. Amúgy ez az első pálya. Ó, várj, geci, a fajtizor mod sorrend miatt. Aha. A fajdra mosolyan miatt néhány textúra az X-NES pakból van, és nem a 7-től X-NES-ből. Beértve a zenéket is. És most ezzel nem készültem fel, de nem baj, jobb is, hát hányszor hallottam már a 7-től X-NES zenét. Most a zenekóval nem maradtam még felbaszódva, az egy hónapja ott kabátot hívva beszart, össze kell tudni rajta, nem. Ők készítettek meg fél idő, azt tudod. Ja, igen. De hát... Az a baj, hogy elfelejtem időként is, hogy... De igen, nagyon dumáltunk, ha nem emlékszem. Kaváltal nekem is felbaszódott cimbrálilag nemrég, de... És Geci, már lassan érszem, tudom. Ja, tényleg, Corruption Cards.
Chingana no longer flinch. Sergeant shows nearby entities away from death. Damaging acid rain will fall outside. Ez egy beletéri pálya egyébként, jó ember. És elég nehéz pálya, úgyhogy... Hát... Death Impact jó lesz az nekem. Mystery Game Epic, igen, valószínűleg izék lesz. Ja, Epic! Epic, igen, igen, igen. Hát én a Steam karácsot is jelni mondok. Mondom azt szerintem, hogy nézzük is meg együtt. Ohohohoho, ennyire gyorsan? Szóval szerintem nézzük is majd meg. Kedden. Kedden fog. Utoljára streamelni. Ha rácsinálok. Akkor fejezzük be ezt a szartit. Addig nem halok meg félig. Szatti csengen, de úgyhogy azért eléggé félnek. Shenmue 3. Azt hallottam, hogy a Yakuza már mindent tud, amit a Shenmue annak idején, úgyhogy nem nagyon van értelme a Shenmue-vel foglalkozni. De mondjuk az égbolt az lehet, hogy jobb. Lehet, hogy jobb választás volt, így betartani a textúrákat. Hát meg olyan kéket is minden is. Instagram filter. Instagram filter az megvan tényleg, srácok? Volt egy ilyen mod. Annyit tudod, csak hogy betettél selfie volt weapont, meg egy röhegyi filtert, ami csak simán WAD fájlok voltak, Doom Simpaletta átírás formájában. Vagy vannak csak semmi három mennyire geci jó játék lehet. Hát mondom, én a Yakuzákat akarom majd tolni ünnepek alatt, most már geci kíváncsi vagyok. Vagy mondtad, de nem rossz tudsz. Semmi? Ja, igen, igen, igen. Azt el tudom képzelni. Ó, geci, ezt elfelejtettem, hogy itt csapdák is vannak. Hát egy manka lesz. Hát egy direkt olyan néztem a review-kat, meg se tudja, mert nem játszanám ki. A semmit? Én nem vágom magam, csak azt hallottam, hogy ne is tudom, de nem tudom. Nem úgy legyen, mert nem váltanak, most rá nem hallgatsz egy. Ja, epiken, igen. Gyakorlatilag az éről, mert az elejétől kezdem. Tehát gyakorlatilag az 1-2 és utána az éről. Akkor azt mondták, hogy úgy érdemes. Ahogy a rohadt anyád. Mondjuk ezek az impaktesek, de geci menők, ezt nem láttam még. Nem nagyon korábban kárdoztam, csak fel akartam dobni a gameplayt valamiben. Az én drága, szeretett, szerelmetes nézői miatt. Estek no homo. Jó, hogy most nem dobnak fegyvert? Ó, édes Istenem! Akkor honnan fogok őszül utánpótlást szerezni? Hát akkor ezt a párt jól kicsit, hogy miatt én itt tovább megyek. Már úgy értve, hogy mit majd egyébként a belegyomása után jelentősen nehezebb lesz a pálya. Nem bánnék ennyi jelentőre egyszerre. Tényleg amúgy tavaly közelte ki volt itt, amikor ugye streameltem? Szerintem kb. Mindenki. De nekülben nem vagyok biztos, de a két Csaba az rémlik. Más aktív nézőm nincs is igazából. Jó, ez lehet, hogy utolag a darátok fog kinézni. Mindegy. De közelem az egyetlen szenvedős játék, de csak mert régi és a remasterség se segített rajta. Oh! Nem emlékszem. Hát, igazán én se. A tartósabb részeket megjegyzem a szakáron, de így... Azt tudom, hogy a karácsony tavaly geci jó volt. De nem nagyon volt üres járat. Mármint így a streameket mondva. Ja, aha, oda később kell menni majd, jó? Amúgy készületek elén se állok se, úgyhogy nem kell itt mondjuk. Bennem már felmerült, hogy talán kéne valami karácsonyi díszítonra, mármint a budapesti Shimizu HQ-ba, de... ebből gondolkodok, mennyi valósult meg eddig. Novembernek végig kockultam, és akkor egyszer csak fura volt tudni kimenni a fényre, és meglátni, hogy hirtelen minden tele van karácsonyi díszekkel. Amit ugye a lakások elsősorban tudod, az ablakok meg minden.
Még azt értékelem, hogy az emberek még erre azért szállnak effortot. Tök jó látvány. Meg azért... Ez azért, azért úgy nekem meg Budapest meg minden, de hogy néhány ilyen olyan elképesztő dekorációk, kompozíciók vannak, ilyen 100 méternyi karácsony disz. Nem karácsony, hogy hanem az a égősor, égősor. És nagyon durva, de érted, ilyen erkélyeken, de ilyen 20-30 méter hosszan, és így elmelegek, hogy geci, mekkora lehet ott a lakás? Mármint, hogy nyilván semmi közöm hozzá, hát meg ugye pont, hogy Budapesten jellemzőbb, de olyan helyeken, ahol nem gondolnám, hogy olyan durva emberek laknak, mármint így, érted? Oké. A levelentekkel lesz majd nehéz. Leszogásra válik a világ. Úgy, ahogy mondod, de nekú, igen. Erre nem is gondoltam még, de teljesen igazad van. Teljesen igazad van. Hányan vagyunk amúgy? Oh, nice. 6. Isem ezt a vadot, de jó, hogy még a pályákon. Igen, Csikorska, mondom én ezt elég sokszor kikorgettem. Ugye legelőször már 2009-ben. De lehet, hogy 2008-ban akár. Annyira már nincsen meg. 2008-ban kezdtem így mindenbe kapcsolatban. Ó, geci! Ott, azt nem volt meg az a 4 Revenant. És be is teleportált? Nem, mint teleportált be? Jézus Isten! Mindig messze van ezzel, és ez csak a második pálya. Még mankubusz is? Ajaj! Egy felébe taraknot van. Aha, mankubusz. Ja, szóval mondom igazából, hogy milyen lélegzete állító pályák, hogy valami elég ocsmányabb lakot megnézed. Ezt tudatás szempontjából, de... Annyira régi. És valahogy időtálló. Még úgy alapban szerettem az ilyen obszikusabb magasat. És így megalakadtam, hogy elváltam egyszerűen. Azt nem merném azért kijelenteni, hogy ez a cucc jól öregszik. Inkább tényleg, hogy nekem vannak nagyon felelős emlékeim vele kapcsolatban. A legelső katamar is karácsonyi videót a szerzőre csináltam, emlékeztek. Tavaly meg is néztük. Vagy hát, csak így volt. Nem emlékszik. Azért ezek az elvárások. 400 felek, hogy kicsit szatolni. Hát igazából, de egyébként is mindig szerettem volna rászenni az időt, hogy én találkozni akármit értem. Amikor már teljesen irrelevanciába figyeltem, akkor is tudom. Mi jó érzés. Tudod a végén elköszönni, aztán tudni, hogy mindenki az ünnep, abban jó érzés volt. Ja, meg hát ugye, félig majd direktet csináltam volna azt a karácsonyi... Bazd meg! De nem vagyok normális, lehetett volna a saját karácsonyi cuccommal játszani ehelyett. Na csak mondjuk az kevés lenne egy streamben, az a baj. Akkor a feltő kedvembe játszok majd srácok. Miután ennek a végére értünk. Mori moment. Azaz, így ahogy mondod. Mert ugye azt is elmeséltem már párszor, de szerintem addig elfogom, amíg nem szólnak, hogy már sok. Vagy nem nézek itt tényleg boomernek, hogy nekem az, ahogy azt a karácsonyi pályatanul elkészítettem, annak a körülményei az nagyon maradandóak voltak. És akkor az úgy sokat segített. Mentálisan. Jó. Ez mondjuk nem volt szép. Nem, ez egyáltalán nem szép. Hogy kéne kipucolni a fák között normálisan?
főleg Arachnatronnal, ugye azt már meséltem, hogy... Hát még láttátok is, mondjuk a plutóniás modba, hogy beszoptam. Arachnatok közösszék nélkül, nagyon veszélye. Ja? A Mankusnak a lépcsőn ragadt, oké. Okay. Az valami is volt, hogy általán képben. Nem is ennyi volt. Nem is emlékeztem, hogy ez ennyiből meg lehet csinálni ennyiből. Egy pillanatot kérek közben. Itt vagyok. Estebbi, kösz, hogy itt voltál. Bár mondjuk többre számítottam is hirtelen. Te mindjárt a legjobb beszélgető partner vagy. Hashtag nohomo. De persze ennek is örülök, hogy kösz, hogy itt voltál tényleg. Aztán majd találkozunk még remélhetőleg ünnepek alatt. Nem viszont akkor ezt így letudva. Ez 10 perc volt. Nem éreztem annyinak. Tovább is mennék akkor. Aha, mindig elfelejtem, hogy itt a Corruption Card-dal játszunk. Ügyünk a Secret Respawn Master. Ó, úristen. Electrocute nearby players. Mancubus hand to the player is silas. Ez a pályában Mancubus egyáltalán? Hát... És ez permanens effekt. Ó, oh, geci. Hát akkor azt nem lehet. Akkor egyértelműen ezt kell választani. Na. Ja, és... Ah, oké, okay, oké. Okay. Na, így már könnyebb a szintén. Nem egy könnyű mód, azért hozzá kell tenni. Később válik könnyűvé. Ha veszélyítesz elég őszre. Eleje az eléggé megfinkatja az ember. Meg ebben a sok pályadíszítéssel effektíve fel tudom gyógyítani magam. Jézus! Ja most ez spawner egy szörnyet, ugye? Azt választottam? Igen. Így ugye főleg vicces, mert hogy ez a mód úgy van összerakva, hogy sokszor a titkos jelpenyel nem is titkosak. Meg ott azok a sniper... Ó, oh, jaj, én nem. Azokkal a sniper eventek, hogy lesz a problémáink a készségekben. Aha, és akkor van Mancubus. Jó is, hogy nem mentem bele abba, hogy az vadászol le titokban. De az azt jelenti, hogy nem ad semmilyen ki semmilyen hangot, amiből a halanát adja. Az... Hát én már játszottam olyan moddal, az nagyon para tud lenni. Játszottam olyan moddal, amiben be volt állítva, hogy az összes szörny, néma. Teljesen. Minden. Ki hatalmas pályán kellett, egy ilyen áratos pályán kellett így szébolyogni. Hát azt nem kívánom senkinek, az nagyon kemény volt. Egyszer szeretném majd bestreamelni, csak hát hogyha már itt is így nyekereg a Doom néha, akkor egy akkora pályán kérdéses. Ezt a hyper detail, vagy hogy mondjam, ilyen extrém részletes azt a pályát képzeljétek el. Valószínűleg csináltak el, és sokat dumáltam annak idején. Ez a pálya viszonylag egyértelmű, ezeket a hangárosságokat kell kinyitni rendszeresen. Itt is van titkos, nem hiszem, úgyhogy nézzük meg, hogy 56 szörny. Ja, ez nem titkos.
Okay. Ó, Rolci, hello, köszi, hogy itt vagy. Boldog karácsony előre is. Köszönöm szépen neked is, te tündér fiú. Hashtag no homo. Szigorúan mindig no homo, ezt tudjátok ti is. A szokásos karácsonyi rutinunkat talán toljuk most is. Aztán majd lesz, ami lett. Igazából picit már izom nem búrja. Még mindig el vagyok vele. Most egyébként nem hoznék annyira ünnepi lázba, de nem vagy a tizedik pálya fele, ahol már több a hó. Hav, elnézést, hav a nyertőnökéhez kifejezés. Akkor már összejön majd. Na, titkos. És akkor elvileg itt egy 57. szony valahol. Aha, ott egy barangok nála. Szép! Ez hogy itt tudok élni a játéknál felévő részében? Tényleg, Rolci, mesélj, te is hogy vagy mindig egyébként? Picit elaposodott a chatot, dobjuk fel. Ja, nem kezdtük. Be, geci! Azt nem is figyeltem! Nyomsz egy F-t, akkor kapsz egy supercharge-ot. Vagy mi a Souls fiú? Lett 200 életerem. Nem is szikre. Szép. Közben valami gombbal kinyitottam ott a... Valami gombbal kinyitottam itt a hozzáférhez a másik gombhoz. Ugye ez a nehéz rész, mert ott vannak a revelentek. De nem tudok felmenni addig. Hát itt a lift, oké, de ott a mankobusz egyrészt, másrészt meg le van zárva az ajtó addig. Igen, kulcsos. A kulcs meg itt van fent. Itt fent meg nem olyan egyszerű harcolni. Most is felbosztom, például láttátok. Ja, meg kell a hordókkal ráadásul. De most egészen megúsztam ahhoz képest. Azért ennél nehezebb fogható, már nem biztos, hogy bemerném vállalni. Így előre mondom. Igen, és akkor a maradék is tudjátok. Ide másztad az ajtóból, nem tudom is. Ugye az nehéz, hogy a légiforgalom irányított arany. És nem nagyon hiteles az egész, mert körülbelül van egy ilyen fekete textúrával haladva az egész. Ami amúgy sima szikra, meg is tudom mondani. Nem. Nem, mert levittél nullára. Akkor nem tudom megmondani. De fura minden esetre. Ugye ebben a kontextusban működik, de... Nyilván egy valódi repülőcél nincsen körbevéve ilyen módon. És ez is 6 perc volt, ezt se éreztem annyira. Menjünk is tovább közben, akkor itt igazából nem is érdemes nagyon megállni. Csak azt nézem meg, ah, mindig 6-an vagyunk. Nagyszerű. Vagy csak kíváncsi voltam rá. Na kártyák. Zombie man turns to stone on death. Imp reflect projectiles back at you. Ó, oh, Istenem. Surgeon fires a revenant projectile on death. Erre kíváncsi vagyok, erre a kvi-effektre. Nem mondod, geci, hát az hogy néz ki? Ez nagyon hardcore. Hát látjátok? Jézus faszom, bazd meg. Persze, én már nem fog karácsonyra kapni ajándékot, csak szenet. Na, így beszélek. De az nem baj, mert az ugye növeli a távolsági sebzést. Ugye a Bunny of Isaac Burstert. Én azzal el vagyok. Kíváncsi ezek amúgy idén rossz hat, mivel kis karácsonyra. Csak a rossz Game Dungeon-t
ki csinálja a csávó. Sokat beszéltem róla, nagyon szeretem a tartalmat, amit gyárt. Az elég sokszor eléggé bajban van karácsonykor, mert nincs olyan sok karácsonyi témai játék amúgy. Hogy dummos sincsen, azért hogy többek között mindig elővenni ezt az emlékeken kívül. Na. Na, most ide mondtam volna, hogy ezek Revenant rakétákat mindenki, mert ember ne vicceljen. Nagyon forró jártam volna egy ilyen szinteremben. Bazd meg a kurvanyát, ez nem igaz. És nem mentettem. Igyekeztem elég gyorsan válaszolni a dragán a lövésekre. Jó, akkor leugrunk a hangra. Akkor nem valami, hogy itt felhívjenek. De még itt is van tordó? Ó, hát ez az egészen fényes. Másra még nem akarok lőni, mert végtelen lőszer van hozzá. És nem akarok kifagyni a bármi másikból. Just in case. Bazd meg, de ugyanabban a szögben halok meg, hát ezt nem hiszem el. Jó, végre. Ennyi volt egy kulcs? Nem, de ennyi volt egy kulcs. Na jó. Maradjunk ennél, mint ennél. Hol vannak a medikitek végül egyáltalán? Ah, itt van. Csak mondani kell le. Oké. Hangalom úgy minden rendben, srácok. Nem is olyan teszteltem. Őszintén szólva. És hát teszteltem csak így. Nem sok effort ment bele most is hirtelen. Ez a Creator Geniális mód továbbra is. Nagyon szeretem. Ja, körbeértünk ott lent. Aha, a két csatorna és az körbe ment. Mondom az én jövő, is emlékszem teljesen tisztán. Jön még ezek a áttetszik falak. Ez nem szeretem, mert nem látsz mögé, de a szörny mögül lát téged. És meg tud jönni ugyanúgy. És több ez a pálya is kész. Zsír. Na. Aha. Imp Baron of Fellevedéket, amikor meghal. Imp halálos savat érzik, vagy meghal, akkor ellöki az ellenfeleket. Hát legyen a lövedék. Nézzük meg, hogy hogyan működik. Kíváncsi vagyok rá. Lehet, hogy így láncrakcióba sebzi a többi elemit. Ja, hogy felém lő. Nem mondod, geci? Azt hittem, hogy valamire random irányba. Ez tényleg nehezítés azért, azt alá kell lőni.
Ez akkor az vicces, amikor majd így tonnával fogom írtani őket ott a középső szegmásra. Valamelyre. Aha. Közben Csikocska, még itt vagy, vagy bárki, aki dumos, az én kérdésem lenne. Az a modnek van, hogy Winter's Fury. Valami ilyen 2010-12 körül készült. Ilyen végig ilyen téli témájú easy boom mod, elképesztően egy részletes pályákkal. Valamikor azt is akartam karácsonyra, de az ugye inkább téli, mint karácsonyos, és akkor azt jelengettem. De isteni faszatot volt az is. Soha nem pörgettem ki teljesen, de nem sok olyan dolog készült, mint az. Téged ezt is utálom. Így csak kerülgetni a lövedékeket. Amíg volt egy... Emlékszem, volt... Nem, azt hogy nem csináljuk. Aha, valami effekt, hogy lehúzottak a... El tud menni a kérdésen a levelem. Szerintem már tudom, mert volt egy kis küszöb, ami nem tudtak átsétálni. Na mindegy, nincsen áztetem, akkor csak játszok magamba. Ja... Rendőre elfelejtem, hogy itt bejomoltam ezt a Corruption Card modot. Meglepődjük a saját választásaimon. Arra lesz a kíváncsi, van olyan kártya, ami azt mondja, hogy úgy mozog egy bizonyos szörny, mintha jégen állna. Ide most nagyon jól jönne. Hát vagy, ha már tartunk bármelyik itteni pályához. Egy eges csúcsos valami. Aha, spawnol teszem valahol mi. Ez még pont ez a Baron volt az. Fönnvennék rá mérget. Azért az is milyen kemény, már ilyen Doom scriptek vannak, hogy tudja hova kell, hova lehet spawnolni szörnyet. Ne szóljon be a falba. Varrász ki, mi kemény már. Én vagyok a boomer, de az én koromban nem volt ilyen. Na ez szabás. Szűk helyeken. Még ilyen értelemben a jó döntés volt. Akartam picit magammal is. Magamnak is mondani valami kidekívást. Oh.
Most esik le, azért piros a barna fellövedék, mert át van színezve. A modban. Nice. Képbe se voltam egyáltalán vele. Azért a mod színezte pirosra, mármint a korábbi kárc maga. És csak sikerült egy másik színet megsebezni a dolog. A Gritivel hozzukba át. Meg arra vajon működik az infighting? Vagy ez meg van programozva, hogy nem? Úgy arra sem emlékeztem, hogy ilyen faszek is lépcső. Ugye az égbolt is picit látszik, ami felvezet ilyes a csatornával. Ez a pálya vége. Ja, ott a lehezén már túl vagyunk, mert gecére mondtam. Ezeket a pályákat mindig is. Sergeants are partially invisible. És az permanens. Crocodemon hunt the player is silent. Biztos nem. Earthquake. An earthquake may occur. A játék végéig. Hát, legyen a... ez. Megszabadom magam bele, de szerintem megoldjuk valahogy. A földrengés menő. De... ezek a legszaszony effektek még menőbbek, meg én látom azt mondani. Mert csak legfeljebb jobban kell vigyázzak. Nem lehet föl a mászni. Mióta? Jó, inkább menjünk tovább. Ez lehet, hogy nem volt jó ötlet. Hát tényleg alig látom őket. Már nem baj, de mégis jó ötlet volt, mert én élvezem ezt a fajta kihívást legalábbis. Jobban az orosz. Bár az Dumbotban azért volt kemény, mert ott egyszerre voltak némák, mint amit meséltem, meg mellé még láthatom azt. De az minden szörnyre volt ráadásul. Jó ötlet volt, csak out. Nagyon kellemetlen tud lenni. Hát azért bátor volt tényleg, most azért kezdtek ráhívezni. Hát, beszorok. Megint meg fogok halni. Jaj, ne már! Ez is komoly! Hitre van ennyi, de... és még szörnyű spónolt. Mi lehet azt nem? Mi maga? Itt is valamit támadta ráadásul. Ajaj.
Ennyi? Nem, jelent, nem vagyok úgy, csak hogy több szanyra számítottam. Jézus! De akkor az a titkos emiatt volt. Random angolus. Biztos nem az italabból a pályán. Nem is volt egy rossz. Nem is volt egy rossz placement azért. Wow. Aha, azt is majdnem nem vettem észre. Kutbunniát kéne így játszani. Final Doom Kutbunnia Experiment. Ott ezek a legszivatosabb szörnyek, a Trevenant meg Shinigannel. Invisibility effect. Vegyenek még némát is csinálni, biztos nem lesz egész. Nem vagyok bele profi. Ja, megvan a kiállati kulcs, akkor most taka van. Ki is faszoltam a pályát? Nice. És akkor mehetünk a hetesre. Első kis fejezet átugorva. Visszatek nincs. De és mit választunk akkor? For Sergeant in the level are... Mi az? For Sergeant in the level are increased by one. Tehát még egy extra. Extra shotgun guy. Chingander may teleport away. És in danger. Jézus Isten! Mi a fasz? Imp gains health and damage after killing another master. Jó! Legyen az. Nem nagyon szívósak úgyse. Kibírom. Ide kulcsot tenni, Jézus! Az is kimondta a fejembe, hogy ott is vannak. Az mi volt? Az az izergés, azt hallottátok? Az a képességével jár az impactnek? Jaj, erre emlékszem, ez a hordós csapda, hogyha itt esel le a felül, akkor onnan nincs kiút. Meghalsz a faszban, mert átrobbannak a hordók. Vissza sem tudsz menni ráadásul. Az kemény volt. A kurva anyád!
Az bazd meg! És nem ismertettem, nem mentettem. De mi az az, hogy sehonnan előbb jövőszre, hogy semmiből előbukkannak? És ez közepes szint még mind. A kibaszott sarokból jönnek elő, hát ezt se hiszem el egyébként. Még így. Na, ott egy Revenant is ráadásul. Feljövesztettem, de lehetően volt jól ötlet. Jó, most van még egy kulcs. Jó, oké. Már kezdem felfogni, mit csinálok. Na és azzal meg erre lehet menni. De érted, ez is pofál ő! Azt mondják, ott majdnem pofál. Az ablakban. Ó! Oh. Hát nem nagyon értem, mi történt. Ó, oh. Oh, édes Istenem. Ezt megint is csinálok. Mögé még Branoff el. Jó, ott, aha, volt egy hordó. Most mondjuk körülök. Azt is kimenem, hogy kaptam egy egész szúrszírt. Plusz 100 életerő. És mennyi maradt belőle, amit láttam. Na ez mi? Biskulott a hetes jégzám. Vagy nem. Jézus Isten, most fogom fel. Hát ez a pálya egy csomó ilyen részével az egyik ilyen eredeti lumpáját akarja visszaadni. Első fejezetből. Vaj, Jézus? De nem ma gondoltam, hogy így rá fogod benni. Hány év után? 10? 12 most már. 12, igen. Sőt, ennek a pályának több része is. Doom első fejezetet imitál. Ez egy nagyon szürreális élmény. Eddig mindig csak daráltam össze-vissza a pályát.
egyáltalán. Aha, ott lesz a kiálló, akkor meg vagyunk. Hallod, baszki, már is emlékszem, mire beszélgettünk. Tavaly, amikor ezen a pályaszakaszon jártam. Azóta rá sem voltam. Jaj, faszom! Nem tudom, mit mondja. Mennyiségemnél, geci? Nem áll! Normális vagy? Parancsolj szent ünnep alkalmában. Meg át kell lesni, akkor mi? Igen. Nice. Hú, hát ezzel megküzdöttem. Na, következő. Mindenképp Chainguner. Can leap at their prey. Haunts players briefly after death. Have increased movement speed. Jézus, na ez itt kezd keményedni. Uha. Deep. Hunt. Uha. Jó, hogy ez nem permanens egyik sem. Deep at their prey. Nem, mert mekkorát ugrik, nem mindegy. Ezt a huntingot próbáljuk ki. Mennyire lehet durva. Végül. Ja, meg kint is vannak, aha. Hát akkor nem tudom most mi akar lenni. Haunt briefly before your death. De semmi nem történik, mikor legyaktam. Hát csak ugye mondom, a movement speed az nem lett volna vicces, ha mondjuk olyan gyors, mint egy archive. De ez a leggyorsabb. Leggyorsabban nem jött volna. Isten, itt nem! De nem mentettem. Gyönyörű. Most nem tettem semmi. Jó, plazmát elhasználom. Nagyon jó volt. Ez ebbe tud lefenni mondjuk? Azért azon is sok minden múlna. Jó. Nem ez így könnyű, beszorult a kecsegő. Nem, most nem történt semmi, nincs hont. Ezt meg kell majd nézni, hogy mit csinál pontosan, mert nem nagyon értem. Hol? Nem igaz. Onnan hogy láttam volna? Thank you.
Ugye az a híd is menő egyébként. De nem látszik, hogy... Tudod, hogy megcsináljuk a fal, hogy nem látszik ugye, hogy az milyen glitch effektet használ ki. A működés érdekében. És még ott is volt egy Shingannél, hát én beszalok. Ja, és nem mentettem megint. Oké. Okay. Kezdek a tülemmel végére jönni oda. Sniperek mindenhol a bazmert, ez nem fogom fel. Hol? Kipucoltam innen. Ott. De még így is eltalál! Egy fal mögött haladtam elé, aha nem ott fent. Ja, hogy úgy kísért, hogy feltámad egy szellem formájában még egyszer, amit meg kell ölni. Jézus Isten! Hát jobban jártuk volna a movement speeddel. Most gondolod, hogy ez permanens effekt mondjuk. Más választás szűk hídon sok levelem, legkomélye fegyverem. Meg ott egy átfag is ráadásul, hát egy rakétán használom akár. Ha most leesett, de onnan már nem fog ártani. Minket geci volt itt most megint. Kettő volna csináljuk. Nem, de legalább megvan a pálya. Fú, ez a legkevésbé kedvencem talán az egész szetből. Legalább kimaxoltuk ezt is. Hm. 49 perc. Ez lehet egy óránál, ezt abba hagyom. Nem tudom mennyi pálya még, de... Nem. Nem tudom. Meglátjuk. Menjünk tovább inkább. Ja, ez is jó pálya, High Rise. És most kell egy permanent effektet választani. Imp haunts players briefly after death. Shingander hunt the player in silence. Lépve kísértenek. Sergeant slides around while moving. Oh. Mi a változatlanság mellé? Hát de jeges tud, hogy legyen akkor az. Úgyhogy most van két effektünk is, akkor a sok gangájuk van, az szép lesz. Ez egy jó pálya, szeretem, úgyhogy nem lesz meg gondok. Ott húzta a kis kék csíkot, láttátok egyébként? Aha, meg itt is. Ironikus módon lehetne még gyorsabban mozognak, mint az ácsvájlok. Az láthatatlanság nagyon nem kellett volna oda. Na most már mindegy. Ha láttad, Izzy lesúszott a küszöbra szórója.
Jaj, ennek a pálynak a közepe. Na, azt nem szerettem viszont. Úgy felismertem a textúrával itt fent. Azt lehetően nem fogom szeretni. Ez a 90-es évek vízeskolás, hogy nem tudom miért hasonlítson. Jaj, nem árt. Ácsvájl. Hunt. Szalottasra értem teljesen. De tényleg ijesztő ott a három helyeknek közöttet. De hát ez át lehet ülni? Nem lehet átlőni. Ő nem látszott, hogy hol lehet átlőni. Se lehet? Nem, de most a maradjon. De ezt tényleg nem látom. Majd látom ezt a buzi effektet, és már tényleg félek, hogy is ott van a program el. Hát ezt nem hiszem már, öcsém. Ó, telefraggoltam valakit, nem hallottam a reakciótot. És igen, ezt a részt nem szerettem, de szerintem most már megbírkozok vele. Hát ezt nem hiszem el. Azt tetszik, hogy meg a hullánya is láthatatlan. Szétfosztott hullája. Tökéletes, így van mindennel. És arra se lehet, az is kék lenne. Ja, de itt. Nem? Ez csak félig, meddig jó bármire is. És ez kötelező útvonal. Na jó, van ám. Erre sem emlékeztem. Egyáltalán. De akkor meg is vagyunk, én úgy gondolom. Aha, meg. Hát, ez is. Ez is rövidebbnek tűnt, mint amennyi volt. Ne! Ó, oh, oké. Okay. 55 perc. Volt a következő pálya, City Hall.
És használjunk egy effektet. A Gang of Revenant mi a peer? Biztos, hogy nem, esélytelen. Im shows in by entities of Aeon Death. Sergeant can invert its gravity. Hát nézzük meg, mit csinál. Vagy hát, a pályát váltod ezen függővére. Tényleg fölrepülnek az égbe. Ha. Azzal lesznek még bajok. De Jézus, oké, hát ez tényleg lesznek bajok. Felrepült az égre. Ott is. Fejjel lefelé. Oh, wow. Nem akartam azzal a kis impes effektet tönkretenni. Buziskolást lett volna. De mi ez a pálya? Ugye nem emlékszek is hirtelen. Ilyen intróra semmiképpen. Hát ez rendesen király. Plafonon van egy shotgunja, és nem látom, de ott van. Fú, hát ezzel lesznek bajok. És csak 80 szony, úgyhogy ezt megcsinálom még aztán. Gondolkodtam, hogyha megcsináljam, de szerintem az most már menjen le. Oké, ez a plafonjárás viccesebb nekünk mindenképpen a papíron. Hát meg egy geci vicces is, hogy kinéz, hogy ott sétál a plafonon. Eszembe jutott volna, hogy ezt csinálja. De rengetegen vannak, geci, ne már! És még egy Revenant is felbukom, mert semmibe vágod. Szeretem, hogy játszok szarul, nem arról van szó. Én nem emlékeztem, hogy ez ennyire megfingatja az embert. Aha, itt is plafonjáró, zseniális. Egy lépés sem tudok mit tenni, hogy megyek veszélyben. Hallom, hogy lő, érted? Hallom, hogy lő. Ja, ott nem. Jó. Bazd meg! És nem mentettem semmit, mi? Hát egy picit, de... Most elgondolkodtam, milyen lehet a Going Down-t kijátszani azzal a... ez a Corruption Card dologgal. Hú, hogy az Ancient Aliens-t. Borsozik a hátamon a szőr. Nem, ilyen nincs. Az borsozik a hátam. Meg a szőr is fel a hátamon, igen. Így rá gondolok.
Iszonyat kemény lehet. Hát ki is próbálom majd. Na. Akkor viszont az a fejükkel. Nem igaz, hogy mindegy is csinálnak. Kettőre van meg. Viszont még átállás. Tehát ne csúszkálj shotgun guy. Bazd meg! És hogy a háttam mögé lopoztak? Nem vagyok erre föl a tisztánra. És még mindig van valahol? Valahol kecire lő egy. De nem látom. És nincs annyi lőszerem se. De az utalam jött végig. Az kemény. Trigesebbek is lettek, vagy mi a fasz? Aha. Itt legalább az évfajta intéztem. Vértem. És még itt van egy, amit nem látok, nem hallok. Ne már! Jó, akkor shotgun. Akkor itt csak a shotgunnal tűnik. De akkor téged is köcsög rohadék. És Revenant 37% van, érted? Nem hiszem el. Hát hány ilyet kinyírtam már az évek alatt? Jó. Ó, oh, itt. Aha, nice. Hú, akkor meg volt ez itt. Ez már 7 perc. 7 perc kellett, és lehetett egy óra is, úgyhogy most akkor... Ja, és ez elő is az első fejezet akkor. Egy streamen belül legalább. Na, mondjuk... Az se rossz. Main hall. Ja, nem, ez a 11. pálya lesz akkor. Na lássuk. Add the harmless illusions to the level. De azt is meg kell lőni, gondolom. Sergeant will pick up and throw dead monsters. Sergeant will electrocute nearby players.
Nem, mondjuk eleget szopok így is, úgyhogy maradjuk az Illusion szél. Kíváncsi leszek rá. De majd csak legközelebb. Nekem ez egy ennyi volt már őszinte szóval, ha nem bánjátok. Ott is volt, hogy Rage Quitter. Beszarok, hogy még a játék kikúnyol. Na mindegy, őszinte szóval tényleg az van, hogy én nem arra számítottam, hogy ennyien leszünk, úgyhogy nem nagyon akarom folytatni. Meg azért eléggé le is fárasztott most. Így nem gondoltam, hogy ez egyre kemény lesz. Tele van csapdákkal, meg simba előtörő szörnyekkel. Úgyhogy nem igazán van kedvem, hogy szintén szólva. Kedden befejezhetjük a maradékot, akkor is így hosszabb adást tervezek, de hát ezt így nem. Én már nem szeretném folytatni. Úgyhogy ez már ennyi volt, srácok. Gyorsan kiássak valakit, akit hédelünk, aztán részemről megyek. Őszintén szólva. Vagy ha van véletlen, akkor azt szívesen fogadom, hogy kit kéne. Ó, Gebbe Steam. Hát akkor ez elég hamar eldőlt. Akkor megyünk Gebbére. Ja, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. A hangulat ellenére is. Azért próbáltam nem túl extrémen tolni. Az egy kis karácsonyi belelkesedésnek nem volt olyan rossz, úgyhogy tényleg köszi szépen. Kedden ennek a tudnak a végére fogunk akkor érni. Majd akkor találkozunk. Addig is jó ráhangolást a karácsonyra. És sziasztok!